Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskürös televízió adását látják 2022. december 2-án pénteken pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! A Kiskörösön jelenleg is folyó és a már befejezett beruházásokhoz is ellátogattak a képviselőtestület tagjai. Látványos részhez érkezett a Kiskörösi Városi Sporttelep beruházása. Győzelemmel zárta a szezont a KLC Megye 3-as csapata. A Kiskörösön jelenleg is folyó és a már befejezett beruházásokhoz is ellátogattak a képviselőtestület tagjai november 26-án. A képviselők megnézték többek között, hogy áll a munka a piaccsarnok és a sportcsarnok beruházásával kapcsolatban, de ellátogattak a bölcsödéhez és az ipari parkba is. Képviselőtestületi bejárást tartottak november 26-án Kiskörösön, ugyanis a képviselők kíváncsiak voltak a már befejezett és a folyamatban lévő beruházásokra. Először a kiskörösi bölcsödéhez látogattak el, mely szeptemberben indult el 14 fővel. Ezt követően a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium épülő sportcsarnokát tekintették meg. A sportcsarnok kivitelezője azt mondta, hogy március 15-én szeretné a sportcsarnok megnyitóját megtartani, tehát a Petőfi ünnephez szeretne csatlakozni azzal, hogy a városnak egy új sportcsarnokot az ünnep alkalmából átad. Kiskörösváros önkormányzata saját erőből vásárolta meg a volt kínai áruházat, ahol a tervek szerint egy 21. századnak megfelelő piaccsarnokot, fedett, nyitott árusító helyet és szabadtéri piacot alakítanak ki. A testület tagjai az itt folyó munkálatokat is megtekintették. Jó hírként kaptuk a héten Rideg László elnök úrtól, hogy a második ütemű piacfejlesztési beadott pályázatunk is nyert. Úgyhogy ez egy nagyon friss hír, és nagyon örülünk neki, úgyhogy jövő év elején kezdjük a piac közbeszerzését, mihelyt a támogatási szerződést aláírtuk, és hát fejlődik a piac második ütem fejlesztését, és elkezdjük szerintem a következő év közepe vége fele. Kilátogattak a már elkészült széles úthoz és a tabdíj kerékpárúthoz is, melyek hivatalos átadója december 14-én lesz. Ellátogattak a városi sporttelephez is, mely a napokban egy igen látványos fejlesztéshez érkezett. A sporttelep fejlesztése ebben az évben befejeződik, a fedett lelátó vasszerkezete már áll, a ponyva kifeszítése történik, illetve a székek felszerelése, ennek az évnek a végére a sporttelep fejlesztéssel is végzünk, úgyhogy egészen jól haladnak a projektjeink. A képviselőtestületi bejárás állomásai között szerepelt a kiskörösi diákkonyha és az ipari park is, mely utóbbinál a bevezető út fejlesztését tekintették meg, ahol a víz és a szennyvíz csatorna is elvezetésre került. A Kiskörösi Városi Sporttelep felújítási munkálatai lassan a végéhez közelednek. A beruházás a napokban látványos elemekkel folytatódott, amikor a lelátón beépítésre került a fedett rész vastető szerkezete. A Kiskörösi LC sikeres TAO pályázatainak köszönhetően a városi sporttelep számos fejlesztésen ment keresztül az elmúlt időszakban. Jelenleg a center és a C-jelű pálya teljes felújítása zajlik. Égető szükség volt már arra, hogy a centerpályát minden nemű versenyekre tudjuk tervmentesíteni. Nagyon sok mérkőzést tudtunk volna esetleg a hátsó pályán játszani, aminek sajnos az állapota nem tette lehetővé, hogy ott bár hiteles pályáról beszélünk, de mégis a minőség olyan volt, hogy nem szívesen engedtünk oda bajnoki mérkőzést játszani, akár még a gyerekeknek sem. Ugye ezt próbáljuk most orvosolni, és egy megnyert pályázat keretében ezt mind a két pályát teljes mértékben felújítjuk. A lőtér melletti C pályán megtörtént a gyomtalanítás és a szükséges talajelőkészítés, valamint a szintezés, ahol egy 90 méter hosszú, 64 méter széles játékteret alakítanak ki, amely akár megyei első osztályú bajnoki találkozó lejátszására is alkalmas lesz. Centerpálya füvének felszedésével párhuzamosan ezt a füvet visszük hátra, és a hátsó pályán lesz ez kvázi újra felhasználva, egy kiváló gyep réteget fog kapni a hátsó pálya. A centerpályán ugye most a fűfelszedés folyamata zajlik, utána itt is egy tárcsázás, boronálás következik, meg utána a gréderezéssel ismét ez is egy teljesen sík felületet fog kapni. Utána itt is az automat öntözőrendszer telepítése fog következni.
A tervek szerint a centerpálya és a C-pálya is a tavaszi bajnoki kezdetre már játékra alkalmas lesz. A sporttelepen megvalósuló beruházás a napokban látványos elemekkel folytatódott, miután a lelátón beépítésre került a fedett rész vas tetőszerkezete. A vas tetőszerkezet a horganyzott felület kezelése után került elhelyezésre a lelátón, amelyre a szakemberek november 24-én kezdték meg a ponyva felszerelését. A tervek szerint a lelátón 800 kék színű háttámlás ülőhely kerül majd kialakításra, melyből 400 lesz a fedett részen. A 400 méteres futópálya új szegélyezése már elkészült, és a salakborítás is megújul. Mindezek mellett kiépítésre kerülnek az atlétika egyéb elemei is, mint a távolugrás, diszkoszvetés, súlylökés vagy a magasugráshoz szükséges részek. A lelátó főbejárat felüli részénél a büfékonténer is felállításra kerül. A beruházás 225 millió forintos pályázati támogatásához további 25 millió forintot tett hozzá önerőként Kiskörösváros önkormányzata. Az elképzelések szerint a városi sporttelepen folyó munkálatok december közepéig befejeződnek. December 1-én fénybe borult az első világító ablak Kiskörösön, arra emlékeztetve, hogy közeledik a karácsony. Az egyes szám a polgármesteri hivatalban, Domonyi László polgármester ablakában villant fel. Subka Éva, a kiskörösi adventi ablaknyitások főszervezője, december 1-én a közösségi oldalán az alábbi verssel mutatta az utat az első ablakhoz Kiskörösön. Advent első ablakánál jó magasra nézünk, ide általában csak ügyintézni lépünk. A város legszebb épületén világít az egyes, a vendéglátó csapat is. Igen-igen kedves. A vers sokakat elvezetett a polgármesteri hivatalhoz, ahol Domonyi László polgármester és a munkatársai zsíros kenyérrel, teával és forralt borral várták az érdeklődőket. Köszönjük Subka Évának, aki kitalálta ezt a nagyon-nagyon szép szokást, és mondhatjuk azt, hogy most már hosszú évek óta működik, és nagyon szépen köszönöm azoknak, akik az ablakukat kidíszítik és várják a vendégeket. Ebbe mi is úgy gondoltuk, hogy részt kívánunk venni. Tavaly voltunk először, a jegyzőasszony kitalálta, hogy akkor mi is, ha Éváéknak beleférünk a sok-sok jelentkezőjébe, akkor szeretnénk részt venni. December 1-én pontosan este 6 órakor harangszóval kísérve borult fénybe az első kiskörösi adventi ablak, Domonyi László polgármester irodájának ablaka. A tavalyihoz hasonló, de nem ugyanaz. Várjuk az észrevételeket, hogy észreveszik-e az ideérkezők a különbséget. Ez is egy kvíz kérdés lehet akár. Losonciné Ronfa Erika és Kelemen Erika a fő dizájnőreink, és most is nagyon-nagyon szép lett. Aki a világítást összerakta, az pedig Skuta Csaba kollégám. A következő napokban sorra fénybe borulnak a kiskörösi családi házak adventi ablakai. Érdemes lesz naponta útra kelni, és a Subka Éva Facebook oldalán található versek alapján megkeresni az aktuális fénylő adventi ablakokat. December 1-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szervezésében Kiskörösön járta már több mint 70 éves múltra visszatekintő és töretlen népszerűségnek örvendő Nőklapja két újságírója, Dobrai Sarolta és Koroncai Lilla. A beszélgetés résztvevői bepillantást kaptak a Heti Lap szerkesztésének kulisszatitkaiba, és városunkban debütált Dobrai Sarolta frissen kiadott Üvegfal című riportkötete. Magyarország legnagyobb példányszámú heti lapjának, a 72 éves Nőklapjának két újságírója, Dobrai Sarolta és Koroncai Lilla volt a vendége annak a beszélgetésnek, melyet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szervezett. December 1-én sorra érkeztek a kiskörösi olvasók a Petőfi Sándor Művelődési Központba, hogy még többet tudjanak meg kedvenc lapjuk kulisszatitkairól. Koroncai Lilla 22 éve, Dobrai Sarolta pedig 18 éve dolgozik a Nőklapjánál. A heti lap működésével kapcsolatban szóba került többek közt a témaválasztás kérdése is. Van nekünk egy ötlettáblázatunk, amiben ha eszünkbe jut valami, akkor azonnal beírjuk. De általában, mivel van azért egy tematikája egy lapszámnak, hát én már nagy öreg vagyok, úgyhogy fölhívnak a szerkesztők, az aktuális szerkesztő, hogy mit tudnék ehhez csinálni. És akkor
mondok két dolgot, ami már ott van a fejemben. Előre gondolkodunk 4 héttel, tehát hogy azért ez nem olyan nagy kihívás, hogy az ember két témát hetente összeszedjen, meg azért a rutin az sokat jelent. Bár a lap nőknek szól, többen elmondták, hogy titokban azért a férfiak is szívesen olvassák a Nőklapja cikkeit. Egy másik témája a beszélgetésnek a címlapok voltak, melyek nagyon fontosak üzleti szempontból. Két típusa van. Az egyiken ismert embereket, míg a másikon átlag embereket mutatnak be. Voltak is ilyen szakaszok a Nőklapja életében, amikor civilek voltak. Volt olyan, hogy modellek, volt olyan, hogy civilek, volt olyan, hogy csak művészek. Most az a trend, hogy primér ismertségű művész legyen az, aki rögtön beugrik az embereknek. De szoktunk azért például Karikó Katalin esetében eltértünk ettől, és nagyon jól is fogyott, mert az embereket érdekelte. Úgyhogy próbálunk mi azért ezen tágítani. Nem könnyű. Kicsi ez az ország. Tehát, hogy most ki legyen, ki ne legyen, mi az, amiért leveszik a polcról. De egyre inkább az a benyomásunk, hogy nem a címlap személy miatt veszik le a polcról azt az újságot, hanem nagyon fontos az esztétikum, tehát hogyha tetszik nekik a fotó, az nagyon, azt érezzük, hogy akkor kicsit emelkedik, de alapvetően a tartalomért veszik meg. Dobrai Sarolta egy riport sorozatnak köszönheti azt, hogy a gyakornokból pár hónap alatt belső munkatárs lett a Nőklapjánál. Kapcsolatba került ugyanis egy lányokat prostituáltként Olaszországba szervező csapattal, és beépült a lányok közé, melyhez nem kis bátorság kellett. Az olaszországi tapasztalataiból született meg az a riportsorozat, mely a Nőklapja újságírójává tette. Első riportkötete 2011-ben látott napvilágot Őrült világ címmel. Üvegfal című első regénye pedig 2021 egyik bestsellere lett. Ez egy házasságnak a története, amiről így szép lassan kiderül, hogy ez tulajdonképpen egy bántalmazó kapcsolat, de nem fizikai bántalmazó, hanem az összes többi formája, ami ugye sokkal trükkösebb és nehezebben felismerhető dolog, még annak is, aki benne van, sőt, sokszor annak a legnehezebb. Úgyhogy ezért, és még az benne a különleges, hogy, és amit szoktak nagyon szeretni, hogy váltott szempontból írta meg, tehát egy fejezet női szempont és egy fejezet férfi szempont, tehát tulajdonképpen ugyanazokat az eseményeket két oldalról világítjuk meg, ami egy ilyen esetben, egy ilyen kapcsolat esetében, ez tényleg teljesen olyan, mintha egy két párhuzamos valóság futna egymás mellett. A beszélgetésen Dobrai Sarolta bemutatta legújabb könyvét, a Beüzetés a paradicsomba, Igaz mesék című riportkötetét, mely októberben jelent meg a Szkolár kiadónál. Az írónő elmondta, hogy az Üvegfal című regényét is szeretné folytatni, hiszen erre a könyv végén ígéretet tett az olvasóknak. Az eseményről bővebben Keddesti Petőfi tér című magazin műsorunkban számolunk be. A megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Kiskörösi LC második csapata az őszi szezonban az utolsó mérkőzését hazai pályán játszotta le. Az együttes november 19-én a jó középcsapatnak számító Balotaszállás FC együttesét látta vendégül. November 19-én játszotta az őszi szezon utolsó mérkőzését a Kiskörösi LC megye 3-as csapata. A gárda hazai pályán fogadta a Balotaszállás csapatát, akik ellen szoros mérkőzést játszottak, de végül mégis sikerült itthon tartani a 3 pontot. A mérkőzésen most sem tudott megfelelően felkészülni a KLC. Különösebben nem készültünk, mivel edzésre megint nem jöttünk össze, tehát ez a probléma az fönn van még mindig fönnáll, és az, hogy a Balotát meg kell vernünk, így mentünk ki a pályára. Mert ha nem verjük meg, akkor a dobogóról olyan messzire kerülünk a pontba, hogy onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy a második félbe azt már nem biztos, hogy be tudtuk volna hozni, és lehet, hogy a hozzáállása olyan lett volna, így viszont, hogy ezt a meccset behúztuk, harcban maradtunk a dobogóért. Annak ellenére, hogy nem edzett kellő mértékben a csapat, a mérkőzésen szervezetten jól játszottak a kiskörösiek, és többet birtokolták a labdát az ellenfelüktől. A hazai mezőnyfölényből sok kiskörösi gólhelyzet alakult ki, de azok rendre kimaradtak. Az első félidőben a hazaiak csatára Poyák Gergely ütközött a vendégek büntető területén belül a Balotaszállásiak védőjével, de a játékvezető nem ítélt 11-est.
A kiskörösiek első találatát a lendületesen játszó Karf Alex szerezte a 32. percben. A Balota szállás a 72. percben tudott egyenlíteni, majd végül a 74. percben Karf Alex ismét gólt szerzett, ezzel beállítva a mérkőzés 2-1-es végeredményét. Az utolsó mérkőzéssel sikerült jól zárnia a szezont a KLC-nek. Muszáj volt javítanunk, ugye kikaptunk Vadkerten, nagyon simán sajnos, ott is nem bírtunk a legjobb kerettel elmenni. Azt mondom, ha ott egy jó kerettel, akkor lehet, hogy egy szoros meccset játszunk, de teljesen megérdemelt a Vadkert, hogy győzött ott. De mindenképp azzal leszünk a második félében, hogy ezeket a mérkőzéseket szorossá, vagy akár a mi javunkra tudjuk fordítani. A kiskörösi csapat ezzel a győzelemmel a bajnokság negyedik helyén zárta az őszi szezont 27 ponttal. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. A Kiskörösön jelenleg is folyó és a már befejezett beruházásokhoz is ellátogattak a képviselőtestület tagjai. Látványos részhez érkezett a Kiskörösi Városi Sporttelep beruházása. Felgyulladt a fény Kiskörös első ablakában. A Nőklapja két újságírója látogatott el Kiskörösre. Győzelemmel zárta a szezont a KLC Megye 3-as csapata. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új összeállítással hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint hétfőn reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskürös.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Mi megyénk című műsorunk következik, melyből kiderült, mik voltak a megyében a legfontosabb események novemberben. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket hétfőn is. Viszontlátásra!